A LEGO csoport nagy hangsúlyt fektet a társadalmi szerepvállalásra. A vállalat tavaly létrehozott alapítványa idén közel 30 alkalommal, mintegy 66 millió forintot szánt adományokra. Mi gyerekeknek gyártunk játékokat. Akkor, amikor gyerekekről beszélünk, és főként azokról, akik szükséget szenvednek valamiben, ez lehet nagyon, nagyon széles körű ez a szükség. Az egyik valóban kézzelfogható szükség, én úgy gondolom, az az, amikor egy gyerek bajban van, akkor, amikor beteg vagy megsérül. Én úgy gondolom, hogy az egy nagyon jó lehetőség számunkra, hogy gondolkodjunk együtt az Országos Mentőszolgálattal azon, hogy hogyan tudunk mi is a gyerekeken segíteni, akár közvetett módon is. Az új mentőautót a kiemelt esetekhez használja majd a mentőszolgálat Nyíregyházán. A gépjárművet az alapfelszereltségen kívül más gyermekmentésre alkalmas eszközökkel is felszerelték. Ez az autó alapvetően a típusából adódóan egyébként azt gondolom, hogy a műszaki szempontból a ma elérhető legmagasabb színvonalat képviseli. A mentéstechnikai eszközök pedig a mentőszolgálat alapfelszerelésén kívül, a mentőgépkocsijaink alapfelszerelését kívül pedig most hát bővült a légútbiztosítási eszközökkel, vénabiztosítási eszközökkel, speciális rögzítési eszközökkel, égési kötszerrel, fülhőmérőtől kezdve a vércukormérőig, leszívó készülékekig, defibrillátorig, gyakorlatilag ami ma szükséges egy profin felszerelt gépjárműben, mentőgépkocsiban, az minden felszerelve. Pápai György hozzátette, a mentőszolgálat munkatársai januárban egy speciális képzésen vesznek majd részt azért, hogy minél szakszerűbben tudják használni az új gyermekmentőt.